Az Európa Kollégium megnyitása egyrészt az összefogás, másrészt pedig a közösségbe vetett hit eredménye. Az ott lakó egyetemisták lehetőséget kapnak, hogy tovább vigyék a közösségünk feladatait, emelte ki a megnyitó ünnepségen Schneider Sára Ildikó, a kollégium megbízott igazgatónője. Célunk, hogy megteremtsük számukra a biztonságot, a közösséghez tartozó érzetet, és nem utolsó sorban az otthont. Ugyanakkor célunk, hogy a bentlakási lehetőségeken kívül szakmai és személyiségfejlesztési, személyiségkibontakoztatási lehetőséget is biztosítsunk számukra. Mijavec Béla a kollégium ötletgazdája volt. A kezdetektől végig kísért az intézmény fejlődését. Mint mondta, az Európa Kollégiumra negyedik gyermekeként tekint. A tanulmányban akkor azt mondtuk, ez volt 2006. februárjában, hogy Újvidéken 2333, most egy-két egyetemistán nem újjon, annyian vannak elhelyezve az újvidéki egyetemista központokban. Kiszámoltuk, lekértük a pontos adatokat, abból 78 magyar volt csak. Most ebben a kollégiumban per pillanat háromszor több van. Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke kiemelte, hogy a kollégium a vezető vajdasági magyar értelmiség központjává kell, hogy váljon. Ez a kis közösség évről évre képes megmutatni, hogy élni akar, hogy teret s hangot követel magának, hogy munkálkodni, teremteni, megőrizni akar és fog mindent, ami érték, mindent, ami tudás most és az elkövetkezendő évtizedekben is. Bojan Pajtics, a tartományi kormány elnöke beszédében vajdaság sokszínűségének fontosságát emelte ki, valamint elmondta, hogy a tartományi kormány már évek óta támogatja az oktatást, hiszen mind a többség, mind pedig a kisebbség számára az értelmiség léte a megmaradás kulcsa. A fiatalok nélkül, akik a saját országukban tervezik jövőjüket, és a tudomány nélkül a társadalom, amelyben valamennyien együtt élünk, nem lehet jobb. Osszozunk a földben, a térben, valamennyien ugyanazt a levegőt lélegezzük be, azonos gondokban osztozunk, miközben a demográfusok arra figyelmeztetnek bennünket, hogy egyre fogyunk, fiataljainak közül egyre többen képzelik és jövőjüket valahol máshol. Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke egyebek mellett az elkészült kollégium szakmai jellegét hangoztatta. Elmondta, hogy egy szakkollégiumnak három fontos pillére van: a szakmaiság, a közösségiség, valamint a társadalmi felelősségvállalás. Ezek az irányvonalak mentén fejlődhet majd tovább az Európa Kollégium is. De értetek vágtunk bele, és az utánatok jövő egyetemisták miatt, a specializációjára járó fiatal orvosok miatt, akikre a kezdetek kezdetén még nem is gondoltunk, a húgaitok és öcséitek a falutokban, városotokban, a szomszédotokban elsőbe baktató kisgyermekek miatt, akiért vigyázzátok meg a bútort, de hagyjatok nyomot is magatok után, egy szóval a vajdasági magyar jövőért, a vajdasági magyar életért, a szívóságért, a küzdeni akarásért, amit mi pontosan és jól ismertetek, különben nem lennétek itt. Potápi Árpád János, magyar nemzetpolitikai államtitkár az összefogás fontosságát emelte ki beszédében. Elmondta, két nappal ezelőtt a magyar kormány történelmi lépést tett a külhoni magyarság boldogulása irányában azáltal, hogy a VMS gazdasági fejlesztési programjára 50 milliárd forintot biztosított. Közös felelősségvállalásunk által vezérelve támogatjuk évek óta a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíj rendszerének működését és az ösztöndíjak általi segítségnyújtást a magyar kormány az új kollégium korszerű berendezéseinek és működési költségeinek biztosításával is kiegészíti. Az ünnepélyes megnyitón az alkalmi beszédeket követően ünnepi zenés és verses műsort tartottak, ahol helyi fiatalok léptek fel.